Szép estét, kedves nézők, hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit ahhoz képest, hogy ahogy szokták volt mondani eleink, hogy tarhonya szárító hőség volt a mai napon is, ehhez képest jön a három fagyos szent a naptár szerint, Pongrácz, Szervác, Bonifác, majd meglátjuk, hogy ez mennyibe fog minket megviselni, illetve hát a gazdákat, illetve a növényzetet is megviselheti, mert már nem tudom, a polgármester úr. Igen, hát ezt már látjuk, a somolygok itt ezen, hogy már látjuk, hogy nagyon nagy a száj van. Sajnos. A téli betárolt csapadék mennyisége az szinte a nullával egyenlő, egy olyan 130-150 mm csapadék hiányzik jelenleg a talajainkból. És csak ilyen lokális záporok vannak, hogy például a Kunszent irányába a téglagyár felől esik az eső, az autópályán az öcsödi része jól látható, hogy a kamionok vízfüggönyben autóznak, igen, közlekednek, de utána már a pihenőhelynél már szinte el is hagyja a kamion, tehát ott már száraz a beton. Hát Szarvast valamiért, vagy Szarvas környékét valamiért, ez csodálatos módon, de elkerüli ez a csapadék. Ahol lehet, ott öntöznek, beindították az öntözőberendezéseket, a vízszolgáltatás az zavartalanul megy. Látszik, a körös vízszintje is jól meg van emelve, mert ugye olyan vízigény van, hogy szinte az összes lineár megy a környékünkön. Ami növény, már most az a növény is, amit nem szoktunk öntözni, de ami az öntözést, tehát gondolok itt a hibrid kukoricára, ami az öntözést igényli, az már most jelen pillanatban gőzerővel folyik, úgyhogy a keresztő öntözések mennek. Vannak, ahol meg lehetett őrizni, ahol éppen volt egy nagyobb 20 milli csapadékot, meg lehetett, aki meg tudta megőrizni a talajba a csapadékot, de azt ugye a növény egyből kirántja. Tehát ahogy az árpákat, búzákat járom, az őszivetésűeket, azok még nem siralmasak, de ha nem lesz a csapadék itt, a fagyosszentek nem hoznak egy kis, igen, csapadékos változást az időjárásban, akkor itt gondok lesznek a termés mennyiségével. Ugye itt már most látszik a szalmán is, hogy a szalma mennyisége is azért ezt meghatározza a csapadékhiány, hogy a szalma mennyisége is kevesebb lesz. Nehéz időknek nézünk elébe. Mondjuk a tavaszi vetésű napraforgók, azok megkapták azt a 11 néhány millit, ami a múlt héten volt azoknak. Azért, ami időben lett vetve, vagy kukorica, az szépen kikelt, de azoknak is szükséges most már az öntözés, úgyhogy vannak, akik repcét öntöznek, például hallottam ilyet is, hogy repcét megöntözi. Igaz, hogy ősszel is öntözte, de egy keresztő öntözést adott neki, és most is a tavasziba is adott már neki 2x10 millit. Igen. Meg még lehet, hogy még most ad, igen, majd neki egy továbbit, hogy megfelelő szemtermés legyen. Igen. Ez egy érdekes, eddig hideg volt, ugye? Pontosan. Tehát ezek a reggelek hidegek voltak, ez a reggeli hideg párával, egy kicsi párával, most meg berobbant a hőség, szinte két nap alatt már 25-27 fokra felmegy a hőmérséklet, úgyhogy hétvégére meg talán 27-30 fokot mond, úgyhogy lesz gond, vagy utána nagy csimbummal le fog váltani egy hűvösebbre, amelyek hozzák a fagyosszentek, hát bízunk benne, hogy nem lesz nagy gond, de igen, ugye az ember mindig bizakodik. Hát, így van, bizakodjunk, reménykedjünk. Ezzel együtt Molnár Etel alpolgármester úrral együttesen köszöntjük a rádió Szarvas hallgatóit, és nekik is jó vételt kívánunk a adásunk, beszélgetésünk egészéhez. És akkor egy visszatérő témával, természetesen a Covid-dal kezdünk ma, mert hogy lecsengőben van a járvány, az óvatosság sosem árt. Igen, lecsengőben van a járvány, a házi orvosaink elküldték a tájékoztatást, mert szerint egyre kevesebb a beteg, aki igazoltan covidos, és akik betegek, azok elkapják véletlen ezt az utolsó hullámot, itt akiket elkap az utolsó hullám, azoknál is enyhébb lefolyású jóval a betegség. Kórházi kezelést nem nagyon igényel. Ugye a városunkban oltópont nem működik, de kedden regisztrációval és pénteken regisztráció nélkül lehet igénybe venni az orvosházi és a Békés Csabai oltópontnak
a szolgáltatását. Javasolják is a szakemberek, hogy aki 4 hónapnál régebben kapta meg a második oltást, az a harmadik emlékeztető oltást, mi hamarabb vegye fel, vagy gondolkozzon el rajta. A gyermekorvosoknál is van mód arra, hogy a további oltásokat felvegyék a 17 év alattiak, ott is egyeztetett időpontban. Az influenza védőoltás is megy tovább, úgyhogy arra is lehet jelentkezni szintén a házi orvosokon keresztül, és ugye elmondtam, hogy az oltópontokon lehet igénybe venni a harmadik emlékeztető oltást, vagy netán a negyediket, ezt mindenki maga dönti el. Láthatjuk, hogy a környező országokban is azért csökkennek az országos médiából, jól hallható, hogy nálunk is csökkennek azért az esetszámok, és így mindenki feloldja azokat a rendszabályokat, óvó rendszabályokat, amiket eddig fenntartott, de azt is elmondják mindemellett mindenhol, hogy az egyéni felelősség fontos, és mindenki a kézfertőtlenítést, azt mindenki tartsa be azért még, vagy végezze el, hogyha a saját egészsége érdekét nézi, és szeretné megoldani. Ez a kézfertőtlenítés olyan, hogy számtalan rokonom, ismerősöm járványoktól függetlenül évek óta például távolsági járatokon és főleg vonatokon úgy közlekednek, hogy a kézfertőtlenítő mindig ott van a zsebben, táskájukban, mert sose lehet tudni, hogy nem rossz. Mit szed össze az ember az ilyen utakon. Nem rossz a saját felelősségben, ezt elvégezzük, úgyhogy saját érdekünk is, úgyhogy ezeket elvégezhetjük. Így van. Covid után akkor szintén örökzöld, visszatérő téma, egyre több feladatot ad ugye az időjárás is, meg egyéb viszonyok is ugye a közterületfelügyeletnek. Igen, a közterületfelügyelők és a mezőőrök is megküldték a ellenőrzési tevékenységükről szóló írásos jelentésüket. Hát ugye itt most már a gondozatlan zöld területek vannak. Hát az jócskán, ahogy beleolvastam, megszaporodott, megugrott szó szerint. Úgyhogy ez szinte már most mindennapos, és itt növekvő esetszám van. Ugye hát kérünk mindenkit, hogy azért tartsa rendbe a zöld területeket, nem csak az utcafronton, hanem azért belül is, mert most már az allergia szezon is elindult, és rengeteg olyan növény lehet közötte, ami... Sajnos meg is érezzük ezt. Az érzékeny embereknek azért ez nagyon nagy gondot okoz. Kérem, hogy mindenki időbe próbálja meg elvégezni azokat az írtási feladatokat, ami ilyenkor szükséges. Még most nem is volt annyi csapadék, hogy megugrott, ugye hirtelen megugrott, de nincs akkor a csapadék, vagy nem volt olyan nagy mennyiségű csapadék, hogy 2-3 naponta vágni kelljen. Tehát az a két heti fűnyírás azért azt gondolom, hogy mindenkinek belefér, és el is kell, hogy végezzük, hogy a járdákon is el lehessen menni, az árokpartok is rendezettek legyenek. Úgyhogy... Így van, én most nem is fogom felsorolni, mert félek, hogy kihagynék bármilyen utcaközösséget, de hála az égnek, meg az itt élők szorgalmának és rendszeretének, rengeteg olyan utcánk van, ahol ha esik, ha fúj, vágják az ott lakók a füvet. Nagyon sok olyan utca esetében is, ahol az utóbbi évek tereprendezése, pontosabban ugye az árok betakarások következtében azért a nyernivaló terület is megugrott, de a rendes polgár az kimegy oda is, és parkosít, és nyírja a füvet. Ha pedig beteg vagy nem ér rá, nem tudja megoldani, akkor megszervezi már ilyet is. Így van, tehát ezek dicséretes dolgok, akik így megszervezik és rendbe tartják. Meg hát ez a saját magunk igényessége is, meg a szomszédaimmal szemben is azért ez egy igényesség, hogyha a szomszéd levágja, akkor igyekezzük én is rendbe tartani. Így van, így van, és ezt mindenki, tehát az előtte lévő utcaszakaszt azt, vagy árokpartot, azt azért csak a lakónak kell rendben tartania. Mi, hogy tisztes polgár, a minap és a mai nap is arra jártam az Orosházi úton,
vettem észre, hogy lejövök a felüljáróról, ott a úgynevezett jajkai részen, ott Ja, igen. Csabacsüdi határba. Látom, hogy le van billentve ott az új lejáró résznél, le van billentve egy nagy adag építési vegyes hulladék, zacskókba, tatata. Szóval nem kell részletezni minden, ami csak lehet, igen. Sőt még az is, amire nem is gondolnának, hogy mit ki lehet dobni. Ez oda le van durva. Igen. Ez egy művelt területnek a szélére, az út mellé, oda lement az autóval az illető, és fogta, lebillentette. Jeleztem a mezőőröknek, és már ez is szerepel benne, megkaptam tőlük a tájékoztatást, hogy a területet felderítették, felelhető nyomokat találtak benne, be lett azonosítva, hogy honnan származik, vagy ki ez a hulladék, és applikáción keresztül fel lett töltve, úgyhogy most már nem a, meg az Csabacsüdhöz is tartozik, pont a határon van, és ezt fel lett töltve, úgyhogy ezt majd a kormányhivatal majd most már hivatalból elkezdi az eljárást, úgyhogy igyekszünk. Ez rendszeres a Szentesi úton is, tehát sajnos igen, ott sokszor megfigyelhető. Hát az borzasztó, ugye járok szinte nap mint nap arra is, és látom, hogy betolat az autó, és amikor oda megyek, szólok neki, akkor még meg van sértődve, hogy hát... Önérzetében. Igen, hogy én miért vonom őt felelősségre, vagy még kérdezem meg egyáltalán, hogy segíthetek-e valamiben, mert úgy megyek oda, ugye, hogy ne haragudjon, segíthetek valamiben, valami gondolom. Nem, csak így, csak úgy. Jó, én arrébb megyek, látom, nyílik a kocsi hátulja. Megyek vissza, hát mert azért az ember a saját területeim is vannak ott, és hát, ha én nem hordom, akkor más sem áll. Tehát igen. Ez teljesen természetes dolog, hogy a hulladékkezelő vagy hulladéklerakóba viszem, és mondja, hogy hát mondtam, hogy pakolja vissza, legyen szíves, hát ez nem személytelep. Hát, megadom a ipartelepeket elvinni, nyitva is van, esetben. És akkor oda le lehet rakni. És hogy én miért élek ebben, miért? Hát nem mindegy, ez nekem, hogy mondom, nem, mert ezek az én területeim, ezt a bejárót én tartom rendbe, azt a bejárót a másik telex, vagy a föltulajdonos szomszédom tartja rendbe, úgy, hogy kérem, hogy ezeket vigye el. Tehát volt olyan, amikor tévét találtak ki a közútkezelőnek, mikor ott rajazás volt. Igen. És most főleg, hogy csinálják ott az utat, mert a felüljáró után, a ja, Szentes úti igen, felüljáró igen, után új burkolati rész felújítása történik. A következő etap, a következő szakasz, az pedig majd ezután jön, ott vannak részek, amik le vannak nagyon igen, szakadva, igen. Azoknak majd az alapozási munkái kezdődnek a tájékoztatás szerint, amit kaptunk a közútkezelőtől. És akkor legeletek ott gajazva, cserjék leletek a fák gajazva, és előkerültek ott tévék és egyéb dolgok is. Igen, azt én is láttam múlt hét, hogy úgyhogy ezeket a mezőreink és a közterület felügyelőink ezeket mind ellenőrzik, csak ez ugye megint plusz költség, mert hát ezt valakinek el kell. Ezt a darékkal megbeszélve elszállításra kerülne, de hát ez mind-mind plusz költség, amit valakinek ki kell fizetni. Így van. Akkor folytassuk a Komép. Komépnál, hát a napi jelentés ugye megugrott itt a útkezelés, kertészet, köztisztaság területén végzik ők is a feladataikat, kertészet néha a gépi fűkaszálás láthatók, hogy a fűkaszák, az önjárókaszák, a válkaszák, a mindenféle eszközök már mennek és vonulnak a városba, és próbálják azokat a zöld területeket rendbe tenni, ahova odaérnek meg, amik úgymond frekventáltabb helyek, azokat igyekeznek minél előbb megcsinálni. Azért ők se érnek oda mindenhova, ugye beszéltük azt is, mert kérdeztem, hogy miért csak így megy, mert nem ha defekt van, vagy műszaki hiba van, sajnos most... Ezek mind-mind kiesést jelentenek, és ezt meg kell értenünk valamilyen szinten, hogy a mai alkatrész beszállítás egy fűkaszához, egy kuplungnak a beszállítása az 10 napra vállalja. És még jó, hogyha megjön 10 napra. Igen, és még akkor utána, ugye ma lerobban, szétszedik, megrendelik 10 nap, aztán utána még összerakni. Igen, akkor mire igen. Összerakja az ember, az eltelik 10-14 nap. Sajnos ezzel van gond, ezekkel az alkatrész ellátásokkal, úgyhogy ezek jelentenek egy kis
hátrányt ebbe. Útkezelésnél folyókatakarítás volt a Kossuth utcán, ott láttam, hogy ki lett bójázva az egyik folyók, annak majd a... Igen, azt nem is a bójázást. Igen, azt majd Medvegy Zoli intézi annak a helyreállítását. Köztisztaságnál szemetesek ürítése, patkatakarítás, patkarendezés, és a parkok takarítása, ugye a cserjéknek a tövét kell még kitakarítani. Vannak olyan belső terek, ahol azért a szél széthordta az anyagokat, úgyhogy ezeket jó, végzik. Békés Szent Tanulás Gyoma Endrődi kerékpárút, gajazása, belógó ágak levágása volt, kátyúzás meleg aszfalttal, úgyhogy ezeket végezték még a kollégák, és a Ciprusligetben is folynak a munkák, ugye ott azért az új építésű résznél, ott azért ott a környezetét is rendbe kell tennünk, van munka rendesen. Igen, és akkor és ott még a Pepi sétány. Így van, Pepi sétánynak, így van, szakaszának a gasztalanítása, szóval tényleg nő a fű minden. Igen, és még ugye, hogy a, most már a fűkaszállás mellett azért az öntözés is, a zöld növények hát öntözését hogy? Is el kell végezni, a virágágyások ápolását is, úgyhogy van most feladat bőven, végzik is, és ebbe kértük az igazgató urat is, hogy hatékonyabban szervezzék a munkát, még hatékonyabban és még nagyobb odafigyeléssel. Igen, ezekre a területekre. Ha emlegetjük, akkor jön a virágvasárnap. Így van, virágvasárnapra kaptunk meghívót, május 15-én rendezi a Komép Városgazdálkodási Nonprofit Kft. A zenepavilon és környezetében ezt a rendezvényt, Virágok vasárnapja, itt a megnyitó 9 órakor lesz a zenepavilonnál, május 15-én. Igen, ez hagyományosan egy ilyen nagy családi találkozó, nevezhető, nagyon hangulatos, a Komép hozza a gépparkját, kiállítják, igen, mivel rendelkeznek, és a gyerekeknek a szokott kiegészítők is, vetelkedők is, programok, órálóvár és hasonlók. És itt van még a Komépon, hogy ja, Komépnál igen, maradjunk, van az elszámolás, hogy április havi bontás, a negyedéves bontásba kérjük a beszámolót az elköltött forintokról, meg az elvégzett feladatoknak a nagyságrendjéről, a köztisztaság, kertészet, közutak, csatornáról, csatorna, belvíz, csapadék, takarítás, meg egyéb dolgoknál megküldik ezeket az adatokat, ez majd a hóvégi testületi ülésnek is az anyaga lesz, úgyhogy oda kerül a képviselőtársaim elé is. Igen. És a másik, ami szintén hulladékkal kapcsolatos, a Darek Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit ZRT tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a lomtalanítás alkalmával a lakosságnál feleslegessé vált nagy darab hulladékot gyűjti össze és szállítja el. Szarvason két napon lesz ez, június 11-én szombaton az 1-es, 2-es és az 5-ös körzetben, június 18-án pedig a 3-as és 4-es körzetben. Úgyhogy... Az eddig évek tapasztalataiból mindenkit arra figyelmeztetünk a félreértések elkerülése véget, hogy részletesen olvassa át a Dareknek, nagyon korrekt a tájékoztatója, hogy... Így van, és kérik azt is, hogy reggel 6 órára a jelzett napon lakóház előtti hulladékgyűjtő járműveikkel való megközelíthető közterületre helyezzék ki, ne az úttestre tegye, mert az akadályozhatja a forgalmat. És megvan az is, hogy mit lehet kirakható hulladék, bútor, asztal, szék, szekrény, szétterelt, mozgatható állapotban, fából készült műanyag, kerti bútor, ágynemű, matrac, szőnyeg, padlószőnyeg, hordó, fa, műanyag, ez szintén üres állapotban, virágtartó, gyerekjáték, fajáték, műanyagjáték és műanyag medence, nem lehet kijelzni, fénycsövet, gyógyszerhulladékot, elektromos háztartási eszközt, gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumit, ipari, mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett fóliát, sütőolaj, sütőzsíradék. Ugye a sütőolajra és ezekre a dolgokra van gyűjtőhely. Pontosan. Kérem azokat is, hogy keressék meg. A gyógyszerhulladék természetesen
az a gyógyszertárak visszagyűjtik, a fénycsövet azt a kereskedők, de van, amikor az önkormányzatnál is a ipartelepen megszervezzük, gumiabroncsot, elektronikai háztartási eszköz hulladék visszagyűjtése is megszervezésre szokott kerülni. Tavaly évben is nagy mennyiség került elszállításra, visszagyűjtésre, úgyhogy kérem, hogy azokat is vagy kereskedőnél érdeklődjenek, hogy hova tudják visszavinni, vagy pedig a Kométnál a majd a jelzett időpont a Darek közös koprodukciójával együtt megvalósul ez is. Úgyhogy a zöld hulladékot azt szinte mindig hordjuk, tehát az meg... Na. Igen, hát ennek megvan a maga szabályos módszertana. Jó, és ez is kihelyezésre kerül, honlapra feltöltve lesz, hogy mikor feltöltése kerül az is, hogy mikor lesz, hogy mik helyezhetők ki. Pontosan, jövőheti vidékében szintén Szarvas és vidékében olvasható lesz, így van. És még mindig hulladékkal kapcsolatos dolog, igen. Itt egy egyszerűsített vélezés van előttem a Békés megyei kormányhivatalnál, ugye, hogy az építésügyi hatósági eljárás megindulásáról Gyoma Endrőt külterület 0130/14 szám alatt építésre vonatkozó engedélyezési eljárás ügyében ez megindult. A Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulás a Gyoma Endrődön egy hasznos parkkonténer, valamint 75 négyzetméter hasznos szociális konténercsoport építésére engedélyezési eljárást kért. A szemlével kapcsolatban május 5-én volt szemle, és ezt a erről kaptuk az értesítést, igen. Hogy a társhatóságok és a szomszédok is belettek vonva ennek a szemlének és a építésügyi eljárásnak a tájékoztatásáról. Igen. És még a Darek, mai nap volt a társulásnak a taggyűlése. Volt-e valami különleges? Hát a taggyűlésen... Egy hagyományos téma. A taggyűlésen a társulás képviseletében az önkormányzati képviselők mindenhonnan működési terület szerint megjelentek. Igen. A 81 néhány százalékban, ha jól tudom. Az ottani információ szerint, mert kérdeztem a regisztrációnál a hölgyet, hogy mondta, hogy egy 80-85 százalékos a részvétel, és a lényege az, hogy elfogadta a taggyűlés a Darek 21 éves beszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó egyéb határozatokat, kiegészítő határozatokat. Itt 97.732.000 az adózás előtti eredménye, és 82.028.000 forint az adózott eredménye, és 2.297.837.000 forint volt a mérleg főösszege. És a másik, amit el szeretnék még mondani, hogy itt ugye a üzleti terv 2025 évi üzleti tervet is 60 millió forinttal fogadta el a tagság, és a másik határozat az pedig a szükséges a könyvvizsgáló megválasztása, úgyhogy az is egy határozati javaslat volt, ott két jelentkező volt rá, de a Pannon Audit Tanácsadó Kft. Végzi majd a könyvvizsgálatot a Dareknél, úgyhogy akkor ez is rendben van, úgyhogy az egyéb célok megvalósultak, amik a beszámolóban, az előző évi tervhez képest a beszámolóban vannak, tehát a tervezett célok megvalósultak, és a jobb eredménnyel zárt a tervezett eredménynek, hogy is van, azt mondja, hogy 97%, ha jól emlékszem, mindjárt megnézem. Igen, ha jól emlékszem, 97%-os volt a teljesítés. Úgyhogy
eredményes évet zárt a Darek, és a jövő évre a terve is, hogyha igen, ez a 60 millió megvalósul, és akkor egy másik eredményes lett. Folytassuk. Igen, a másik közgyűlés elmúlt héten említettem a kedves nézőknek, hogy a tájékoztatást kaptunk a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülettől, hogy hamarosan megrendezésre kerül a közgyűlés. Itt van előttem a meghívó. Május 16-án 15:30-kor kerül sor Békésszent Andráson az Egyesület közgyűlésére. Ugye mivel mi tagok vagyunk, így meghatalmazottként részt kell, hogy vegyen valaki, vagy polgármester úr, vagy jegyző úr, vagy én, részt kell, hogy vegyünk ezen tulajdonképpen éves beszámolón, és az Egyesület közhasznúságának kell az elfogadása, hogy megtörténjen, és a 21 éves beszámoló lesz elfogadva, és két alapszabályban rögzített elnökségi tagot kell választani, vagy egyet kell választani, elnézést, 5 évi időtartamra, és két jelölés érkezett a civil szférából és az üzleti szférából, úgyhogy ennek is a választása majd megtörténik, és itt pedig, amit el tudok mondani, itt egy mérleg főösszeg 15.888.000 forint volt, és ebből az Egyesület saját tőkéje 7.559.000 forint. Hát ugye itt a Covidnak betudhatóan, ahogy látom itt a beszámolóba, itt egy mínuszos eredmény született, 71 néhány ezer forintban, de hát ugye ez a Covidnak is betudható, hogy voltak fejlesztések, de vannak olyan projektek, amiben ők is hátrányt szenvednek. Reméljük, hogy a következő évre tervezett tevékenységük az már itt, ahogy tervet látom, itt már pozitívba fog átfordulni, úgyhogy remélhetőleg, hogy ez is eredményesebben fogja zárni ezt az évet, mint ahogy a tavalyi évre számolója mutatja. Mert csak vissza kerül a régi kerékvágásba, vagy ahhoz hasonló állapotban minden. Csak menjünk egy rendkívüli testületi. Rendkívüli testületi is volt május 6-án pénteken, reggeli órákban a 7:30-kor a Lengyelpalota tanácskozó termébe, itt 5 napi rendi pont volt. Az első a belterületek fejlesztési pályázathoz kapcsolódó szerződések és ajánlatok elfogadása, Arborétum utca felújítása, üdülősétány szilárd burkolat kivitelezése, bírálóbizottság külső tagjának megválasztása és szerződés kötés a szúnyoggyérítési feladatok 22 tárgyában. Ugye itt van egy tájékoztató anyag, egy határozat a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban, igen, amit a Békés megyei kormányhivatal adott ki a konzorcium részére. Ugye itt a hármas körös Békés-Szent András Szarvas Gyomendrüt közigazgatási területére első szakaszán szúnyogírtószer használatát természetvédelmi szempontból engedélyezi, csak a Vectobac 12 AS szúnyogírtószer használható fel az engedélyokeret szerinti dózisban. És a megkezdését, a lárvaírtás megkezdését egy munkanappal írásban be kell jelenteni a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóságának. Ez a konzorcium feladata, és mert ugye ő szervezi a szúnyoggyérítést. Már most a vizes területek közelében azért jelentős számú szúnyog csípést lehet érezni, de ezt ebben már fognak dolgozni, ugye állami gyérítés is, amit a katasztrófavédelem, meg amit a konzorcium meg fog rendelni, ezt már az előző adásban híreltem, és úgyhogy ez az engedély 2022. augusztus 15 napjáig hatályos. Itt ez május 2-ai dátummal dr. Takács Árpád kormány megbízott írta elő ezt a
határozatot, tehát itt már, amit megkötöttünk szerződést, akkor itt már meg is van az írtószer, amivel védekezhetünk. Ugye, és ott a Semper Kft. Adta a legnagyobb, legjobb ajánlatot, ő adta. Igen, hogy a legnagyobb, hát azt akartam mondani, hogy ugye a szerződést és a költségvetést úgy kell meghatároznunk, hogy a legtöbb védekezési számra, és ugye ez 16 millió forint volt, 16 millió 264 ezer forint, ha jól emlékszem, ennek az összege, ezt határoztuk meg itt a szerződéskötés keretében is, de hogyha ebből tavalyi évben is mintegy 8 millió, majd 9 millió forint került felhasználásra, ha jól emlékszem. Igen. És tehát ez a teljes összegre meg kell kötnünk, és ezt az összeget el kell különítenünk erre a feladatra, és ezt a szerződést kötöttük meg a Semper Kft-vel. Igen. De úgy ott meg van határozva, hogy mennyi volt a földi írtás, tehát a kötképzéssel, és mennyi a légi ULV-s írtás, tehát ezek mind-mind változhatnak, tehát ha többet rendelünk földit, akkor annak az összege is változhat, de a 16 millió forint az a teljes összeg, és amennyi okszerű felhasználás, igény szerinti okszerű felhasználás, annak megfelelő összeget fogunk kifizetni, vagyis hát a konzorcium fog kifizetni, konzorciumon keresztül fogunk kifizetni a vállalkozónak. Ugye itt Arboretum utca felújítását is tárgyaltuk, ugye ott a polgármester úr elmondta, hogy szeretnénk a felhajtót, ugye megújult ott a teljes útszakasz, a parkolót építettünk ott azon a területen. Virágos utcán. Igen, Virágos utcán is megújult, meg az Arboretum utca is, és hát a felhajtó azért ott az meg sinylette ezeket az munkálatokat, ugye azért ott megnövekedett a forgalom, és megnövekedett a terhelése is az útnak, és azért ez nem erre készült az a rampa, és annak a felújítását is, rendbetételét is, és annak a módosítását is el szeretnénk végezni. Úgyhogy ez ebben is felveszünk a kapcsolatot ott a lakókkal és a vállalkozással, a vállalkozó céggel, vagy hát a beruházó, a kivitelező céggel, vagy beruházó céggel, aki ott azt a fejlesztést végezte, hogy áruljon ő is hozzá ennek az útnak az építéséhez, valamint a közútkezelőnél is eljárunk, hogy esetleg ő is szálljon be erejéhez mérten ennek a felhajtó útnak, vagy betorkoló résznek a felújításában, módosításában. De majd lesz is, majd itt levélben meg fogom említeni. És még azt szeretném elmondani, hogy ugye tervezzük a Vasút utcán a Béke Vasút sarka megnövekedett forgalommal bonyolítja a városunk közlekedését, és oda tervezünk egy körforgalmat, amit tegnap a kollégám... Időszerű lesz, mert ott tényleg igen, veszélyes. És ugyanez a Deák Ferenc vasútsarka is, ezt a két részt terveznénk át egy körforgalommal, ami megkönnyíteni valamelyest a felhajtást vagy áthajtást a Vasút utcán. Reményeink szerint tegnap mérték a kollégák a körforgalom helyét, vagy nagyságát már a útügyi referens már mérte ki, és próbáljuk elhelyezni úgy, hogy megfelelő legyen, és még biztonságosabbá tegyük ezt a két kereszteződést, mert amint láthatjuk, ez a városunknak a forgalom azért áthelyeződött a Vasút utcára, meg az autószám is megnövekedett, így nagyobb lett a forgalom, és láthatjuk, hogy ezek a fő verőjere, ez vagy csomópontja, közlekedési csomópontja, verőjere a közlekedésnek, ez a két csomópont. Az így van, igen. Piacos napon meg főleg, tehát ott az a két reggel iskolába menet, piacos napon, igen. Szinte minden nap ezzel próbálnánk meg a közlekedés biztonságát és a közlekedők biztonságát elősegíteni ezzel a két gondolattal.
Nem beszélve arról, hogy a száguldozó aranyifjak pedig mind a két helyen feltűnnek elég sokszor is veszélyesen közlekednek. Nagyon veszélyes, igen. Hát igen, tehát vannak, akik fittyethányva sebességkorlátokra úgy közlekednek, de ezt kapitány úrnak már jeleztük, és remélhetőleg, hogy hathatósan fognak majd fellépni ez ellen. Igen, igen. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez jó megoldás lesz. Hát reményénk szerint valóban annak tűnik. Menjünk tovább. Igen, van egy szerződés, itt vállalkozói szerződés előttem. A Szarvas Felcán utca aszfalt burkolattal történő ellátásának a szerződése. A Sirály és Hársfa utca közötti szakaszt fogja felújítani Svitelszky Magyarország Kft. Ezt május 5-éig átadtuk, vagy átadjuk a vállalkozónak szerződés szerint a munkaterületet, és a teljesítési határidő 22. július 15-e. Ugye ezt itt a lakók befizették a 25% önerőt, úgyhogy ez azért valósulhat meg. Úgyhogy, de van kezdeményezés az üdülősétányon is, úgyhogy ott is a szilárd burkolatú kivitelezés az üdülősétánynak az, ami a úgy gondolom, hogy a lakók összefognak, befizetik a 25%-ot, és akkor mehetnek ezek. És van még egy másik megbízási szerződés, itt a Szocioradar szolgáltató BT-vel. Ez a Agora elnevezésű projekt, Interreg Duna transznacionális program keretében, Agora elnevezésű projekt keretében támogatást nyert az önkormányzat, a megbízási szerződés pedig arról szól, hogy ehhez kapcsolódóan a városi regenerációs terv második városi interjú lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó jelentéstételi adatközlési platform weboldal folyamatos feltöltése, külső városfejlesztési szakértő szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérést folytattunk le, és ebben erre kötünk szerződést, hogy elkészítsen olyan dokumentumokat, amelyek a céloknak, célkitűzéseknek aláírása, üzleti eset, korlátok, funkcionális követelmények és egyéb dolgoknak a tájékoztatásáról és közzétételéről szól. És más, van egy második részfeladat is, itt pedig a résztvevő városok operatív elemzése. Ugye itt ebbe 9 város vesz részt, és ennek a 9 városnak a dolgait is össze kell, ami általunk elkészített stratégiai tervekkel, vagy ezen programban végezvitt, vagy bemutatott tevékenységgel össze kell fésülni, és ő neki ezt el kell készíteni. És ezt mind weboldalt rendbe tartani ezzel kapcsolatban, és ez 22-12-31-ig terjed ez a szerződés. Igen. Úgyhogy ezt a pályázat biztosítja erre ezt a közel 3 millió forint összegű megbízási díjat. Igen. A másik az pedig már szintén egy projekt, ami a Családbarát Magyarország Központ Romfit Közhasznú Kft. Megújult formában családbarát helytanúsító védjegyet, és itt van a tavalyi évben a felhívás, és itt van mögötte, védjegy kiadását végzi, és itt így meg lehet szerezni a munkahely szolgáltató kategóriában a családbarát helytanúsító védjegyet. Igen. Itt ugye ennek a célja az, hogy a családok megerősítését, a magyar társadalom családbarát szemléleteknek elmélyítését ösztönző non-profit közhasznú gazdasági társaság végzi ezt, és erre mikroközép és nagyvállalkozások is jelentkezhetnek, versenyszférából, közszférából és a non-profit
szektorból is. A védjegy elnyerését, ezt a tanúsító védjegy elnyeréséhez gratulálunk Szarvasváros óvodája és bölcsödéjéhez, amely ezt elnyerte. Igen. Ez annál is inkább dicsőtes, mert így ennek a pozitív üzenete van, ugye a társadalmi pozitív üzenete van. Abszolút. És fontos az, hogy ezt minél többen megpályázzák, és ebben Szarvas ugye az előző években is már részt vett, és a város óvodája és bölcsödéje ezt elnyerte, ez nagy öröm számunkra. Ugye itt ebbe beletartozik az is, hogy a családbarát hely az is, hogy családi programot szerveznek a gyerekeknek, nem csak óvodán belül, hanem óvodán kívül is, tehát igen, elmennek a Körösmaroshoz, meglátogatják az állatparkot, vagy hogy korábban lehet, biztosítja az óvoda azt, hogy korábban lehet a az gyermeket behozni, és olyan segítséget is nyújt a szülőknek, ami a mindennap életvezetéshez szükséges, tehát ez itt vannak különböző kritériumok, amiknek meg kell felelni, úgyhogy ez dicséretes, hogy ezt az óvoda elnyerte. Igen. Másik örömteli hír szintén az óvodával kapcsolatos, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által meghirdetett rajzpályázaton a mezőgazdaság szépségét bemutató rajzra érkezett 11 óvodából 239 pályamű. Az igen. És a szakmai zsűri 15 rajzot díjazott, ebből 4-et az óvodások vihettek el, és Kozrok Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei alelnöke a csütörtöki díjátadón örömmel hangsúlyozta azt, hogy ezt hagyományteremtő szándékkal írták ki ezt a pályázatot, és számára az is jó, hogy az otthoni benyomások, tapasztalatok alapján készítették el a gyerekek ezeket a rajzokat. És a díjazottak között volt Bába Poldi, aki a Szarvasváros óvodája és bölcsödéjének az óvodása. Gratulálunk innen nagyon, neki. Nagyon. További sok sikert, és ha már Kozsuk Kornél úr ténykedését és a Nemzeti Agrárkamara megyei szervezetét említjük, akkor nem tudom az időben, hogy 2-3 héten belül, ha visszafele számlálunk, akkor bár erről olvashattak, hallhattak, de nem csontoztuk ki, igazából szokták mondani a témát, hogy nem kis büszkeségünkre egy újabb tesedik szoborral gazdagodott Békés megye közössége, pontosan az Agrárkamara székházának udvarán. Így van, az Agrárkamara új irodahelyiséget vagy irodaépületet igen, bérel, és annak a felújítása befejeződött, átvehették, a új helyre költöztek a békéscsabai falugazdászok is, és az Agrárkamarai Központ is. És ennek az udvarán, az előkertjében került felállításra Túri Török úrnak, a művész úrnak a felajánlott tesedik szobra. Gratulálom. És ebbe a szarvasi öreg diákok is tevékenyen részt vettek ennek a szobornak a felállításába. Igen. A NAK-nál is, ugye ott onnan is indult a kezdeményezés, hogy kellene valamilyen szobor megemlékezni a Békés megye mezőgazdaságáért és fejlődésében élen járó tesedik Sámuelnek az emlékére. Igen. Fontos, hogy ez nyomot hagyjon, mert nem csak Szarvason, hanem tulajdonképpen a megyében elindította azt, ami a mezőgazdaságnak a fejlődésének az alapja volt. Úgyhogy ott volt Gyurica Csaba,
a rektor úr is ott volt Jakab István úr, a Magosz elnöke, ott volt Györfi Balázs elnök úr, a Békés megyei elnök úr, aki ott mondta, hogy ő most már átadja majd a választások után. Ja, Dr. Kulcsár László úr is, igen, hogy ő átadja a helyét az új jelölteknek. Ő úgy gondolja, hogy nagyon sok mindent tett már itt a kamara élén, és hogy most már a pihenés és a nyugalomnak szeretné szentelni a jövőbeni idejét, úgyhogy nagyon ja is a kormányhivatal részéről is ott volt. Igen. Takács Árpád úr is elmondta a köszöntő beszédét, és megemlékeztünk, és az evangélikus lelkész úr áldotta meg a szobrot, úgyhogy Túri Török úr is elmondta, hogy ő neki mekkora élmény volt ezt a szobrot elkészíteni, mert próbálja a saját kezét úgy irányítani a saját gondolataival, mintha abban a korban élne, és egy nagyon jó megkapó szobrot készített. Igen. Nagyon jó talapzatra is került, úgyhogy abba a felújított környezetben nagyon-nagyon jól is mutat. Úgyhogy az örömteli hír, hogy ott is Tesedikről megemlékeztek. Így van. A bíróság épületével kapcsolatban? Hát még úttal kapcsolatban, mert amit a hatodikai rendkívülin beszéltünk, annak el is ment a levél a vezérigazgató úrhoz, Magyar Közút Nonprofit ZRT vezérigazgató úrhoz, hogy az önkormányzat kerékpárutat épített az Arbolyt utcában, és ezzel egy időben felújította és új aszfaltozott, új pályát kapott ez az utca. A 2022-es évben pedig ennek az utcának a becsatlakozását a 44-es útra átépítésére tervezzük. Elkészítette tervezői költségüket is vállaltuk, ez körülbelül ez tervezői költségvetés szerint 30 millió forint. Elképzelésünk szerint a területen érintett vállalkozásokat és magánszemélyeket is megkeressük, és fogjuk kérni arra, hogy arányosan járuljanak hozzá a beruházáshoz. De kiemeljük azt is, hogy az útcsatlakozás így módosulna egy kicsit, tehát nem ez a meredek lenne, és ez a rossz szögben történő felhajtás lenne, hanem kicsit biztonságosabb. Méter, így van, tehát ja, 25 méterre növelnénk, és még a szintje is egy kicsit csökkenne, és így biztonságosabb lenne a felhajtás, és ezért kérjük a vezérigazgató urat, hogy a Nonprofit ZRT is járuljon hozzá anyagai kereteihez mérten az út felújításához. Tehát ez elment nekik, reméljük, hogy kapunk rá mielőbbi megnyugtató választ, hogy ők is hozzájárulnak, és igen. Hát ez valamennyi költséggel segítik ennek a... biztonságosabb lesz ténylegesen a kihajtáson. Igen, mert az egy kicsit szögbe is van erre az útra, ugye ott a mélyről jövünk fel, szalakorlát is van, tehát ha az nem olyan meredek, hanem az út csíkja egy kicsit a vízszinteshez közelít, akkor a kilátást, a felhajtást biztonságosabbá teszi, javítja, és hát nem mellékes az, hogy télen azért az a meredek szakasz, hát, azért az elég csúszós is. Ugye meg hát ott meg is kell egy kicsit erősíteni az útalapot is, mert az valamikor nem erre a gépjármű forgalomra épült, hát ugye nem. Egyik utunk se arra épült tulajdonképpen, a fejlesztések a azok... szekerek korábban épültek. Igen, hát ugye ma voltam Orosházza felé, és a Darek közül, és ahogy mentem, hát az Orosházi úton is azért több szakasz már megújult, és új burkolati részt kapott ott a Pálma tér előtti szakasz. Ott volt egy nagyon-nagyon rossz rész. Igen. Sajnos nem teljesen végig, de képviselő urak rajta vannak, hogy minél több útfelület
újuljon meg, és legyen ezzel biztonságosabb a közlekedésük. Igen. Hát látható ez ugye a Szentesi út is azért hogy csak megújult. Még az Orosházi útnak itt ez a várostól kivezető szakaszán munkálkodunk, hogy az a felüljáróig az újuljon meg, mert ott is már eléggé kikátyúsodott. És a másik az pedig az emlegetett bíróság. A bíróság épülete, így van. Van egy felújítási program ott, ugye, és ott a korábban kaptunk engedélyt a geotermikus vezetékre, vagyis hát rendszer fejlesztése során kapott az önkormányzat engedélyt a csőfektetésre, amit most észleltek a kollégák, hogy sajnos a kivitelezése elkezdődött, és ez sajnos beesik az új épületrész alá, alaptestbe esne, és kérjük, hogy járuljanak hozzá, észrevettük ezt, észleltük, és kérjük, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy ez a cső át legyen helyezve, tehát a bejáró alá kerüljön, ne pedig a épület alaptestje alá, és kérjük, hogy járuljanak hozzá, és vegyék figyelembe az álláspontunkat, és kérünk egy egyeztetést abba, hogy ezt át tudjuk helyezni még oda a bejáró alá. Ugye ez minden szempontból előnyösebb lenne mindkét félnek, nekünk is, és a bíróságnak is, a törvényszéknek is, mert a későbbi esetleges problémákat ezzel megakadályoznánk, vagy elkerülhetnénk. Ugye nem az épület alapja alá folyna egy esetleges csőtörésnél, például meghibásodásnál, vagy nem oda szivárogna a fűtővíz. Ugye mire azt ott meg kibontanánk, kicserélnénk, azért az jóval költségesebb lenne, mint most áthelyezni ezt a vezetéket. Úgyhogy arra kérjük, hogy és ezt engedélyezzék, mert ugye nekik hozzá kell járulni, mint tulajdonosnak a bejáró alatt történő megközelítésre vagy átvezetésre. Reméljük, hogy ez meg fog történni, mielőbb megérkezik. Igen, ez. Igen, csak a mezőről. Így van, megérkezik az első negyedéves támogatási okirat. Itt a mezei őrszolgált működésének támogatása jó címén 2022 első negyedév elszámolása szerint 810 millió forint támogatási 810 millió, elnézést, igen. Örülnének a mesőnek. Igen, mindenki más is. Elnézést kérek érte. Semmi gond. És akkor pontosítom, 810 ezer forint támogatási összeg igénylésére vagyunk jogosultak. Ez segíti a külterületek végzett munkákat, igen, is, úgyhogy igen, annak a rendbetételés is. Így van. És a másik az pedig a megrendelő, a Volán Busz ZRT által forgalmazott bérletekből 36 darab helyközi bérletet rendelünk meg 34.520 forint összegben. Ugye ez az alap- és középfokú köznevelési intézménybe járó tanulóknak, szarvosi lakhelyű tanulók részére adható, igen, a helyközi buszközlekedés természetben egy juttatásaként, és ezt ingyenesen bocsátjuk a hallgatók, tanulók részére. Ezt kaptuk meg a tájékoztatóként a szociális osztály ügyintézőjétől. A további témánk is egy örökzöld visszatérő csomagosztás. Így van. Május 12-én 10 óra 30-kor a Békeköz 6 szám alatt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés megyei kirendeltsége, itt a Gara Ágnes igazgatóasszony jóvoltából ismét csomagosztás lesz. A 0 és 3 éves korú gyermekek családjai részére ez 10 darab jegyző úr által a nyilvántartásba vett gyerekeknek ez a 10 darab csomag kerül kiosztásra. Igen, igen. Ezzel is megkönnyítve azoknak a családoknak a helyzetét. Bizony. És egy másik örömteli hír, hogy április 28-án érkezett Bődi Péter vezérigazgató úrtól, ugye a fahíd javítási munkálatait a
az Integrál ZRT, Építő ZRT elvégezte, készre jelentette, és ezt nagyon szépen megköszönjük neki, ezt az ingyenes munkavégzést. Igen. És a másik azt egy, ugye itt a információs özönbe egy tájékoztatás a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tájékoztatása, hogy február 2022. február 14-én megindult a nagyszabású mobilkészülékcsere támogatási program. Erről van egy tájékoztató. Ugye itt már az, hogy egyik G-ről a másikra térünk, igen, át, modernebb készülékekre lehet lecserélni. Ugye a mobilhálózatok is fejlődnek, nem csak nálunk, hanem Európában, mindenhol. Így van. És a nagy sávszélesség az, ami a 4-5G-t lehetővé teszi. Ez jobb elérhetőséget és gyorsabb adatforgalmat biztosít, úgyhogy ezeket lehet igénybe venni, mint egy 20 ezer forintos támogatás biztosít, mint egy 700 üzletben az országban, úgyhogy ennek a listája megtalálható a netrefel.hu weboldalon, úgyhogy kérem, ha valaki ezt igénybe kívánja venni, akkor ezt éljen a lehetőséggel, igen. Mindenképpen. Igen. Ez egy jó program szerintem, és itt mindenki maga ellenőrizheti a készüléket is, hogy mire alkalmas, de kérheti a szolgáltatót is, és keresse a programban résztvevő szolgáltatók valamelyikét, vagy az üzlethelységeket megtalálja ezen programon, de a szolgáltatók irodájában is állnak rendelkezésükre, igen, úgy tudom, és igénybe lehet venni ezt. Igen, egy korábbi beszélgetésünkben említést tettünk az új templom építészének sírjáról, néhai Papják György úr sírjáról, a családért, ha jól emlékszem, egy levelet a, igen, új templomnak, vagy az új templom, igen, az önkormányzatnak. A 125. évfordulója, igen, közeleg, igen, az építésnek a 125. évfordulója közeleg, amikor a Papják György síremlékének a felújítására és rendetételére is sor kerülhet. Igen. És örömmel tudatja Dévai György, hogy a Szarvasi Új Templomi Evangélikus Egyház közösség 125 ezer forinttal támogatja a felújítást. Az igen. Itt a helyi vállalkozó felmérte ugye ezt a sírt, és arra adott egy, erről felújításra adott egy ajánlatot. Ez dicséretes, hogy ennek már ugye 350 ezer forint, ha jól látom, az áraját, és 125 ezer forint már van belőle, úgyhogy aki teheti, azt kérem szépen, hogy ennek a halaszthatatlan munkának a támogatását is megteszi. Ez biztosan képviselőtestület elé fog kerülni, tehát szerintem képviselőtársaim is nyugodtan állíthatom, biztosan állíthatom, hogy ők is fognak ebben támogatást nyújtani. Igen, igen, igen. Ennek a nemes célnak a... Mi van még előttünk? Május 21. szombat 18 órától Árpád dísztermében jubileumi bál. Bizony a baráti kör. Igen. 40 éves a baráti 40 kör, éves, és így akkor van, nagyon gyorsan van. Hozzáteszem, a részletekben nem bocsátkozunk, mert holnap érkezik Bődi János elnökor a baráti körből, de azért azt azért hangsúlyozzuk, hogy a baráti kör az a legpatinásabb civil szerveződése a városnak, amely az összes akcióját, rendezvényét, kirándulását, előadását a Szarvas 300 programsorozat jegyében. Tehát nincs olyan akciója a baráti körnek, megemlékezése és köszöntése, stb.
ahol meg ne emlékeznének valamilyen formában, akár játékos, vagy komolyabb formában Szarvas 300-ról. Részletek majd a holnapi beszélgetésben. Így van, most volt közgyűlésük hétvégén, úgyhogy most utána jön a bál. Így van. Hétvégén volt a futóverseny a négy évszaka Zarbóban, negyedik Bolzakör, közel 400 résztvevővel. Ez csodálatos. Az eredményes, jó eredmények születtek, gyönyörű, szép nap, fényes idő volt, úgyhogy még majdnem meleg is, de mindenki teljesítette a távot. És a másik program volt ugye a szlovák színjátszókör találkozó, a Szemle, ja, igen, amit a Vertigo szervez hosszú évek van, óta. Így van, így van. Ennek voltam ott a megnyitóján, és a pandémia utáni időszaknak az első szemléje, ez ugye két év kimaradt. Ez mindig önmagában egy nagy ünnep, ugye az autodidakta működvelő és félprofi, meg hasonló elnevezést használok most a színjátszó csoportok számára, de hát az, hogy itt a Vertigo tényleg évek óta itt Szarvason tudja ezt megszervezni, és hát nyilván, hogy a legjobb házigazda ehhez a Cervinus Teátrum. Hát ez nagyon szép. Hát és ugye beszéltük ott a hölgyel. Ja, az Ónodi Daniellával. Daniellával, igen, ütöttek, köszönöm. Nem jutott eszembe a keresztneve, hogy ugye kimaradt két év, de nagyon nagy örömmel szervezik ide ezt a programot, és mondtuk, hogy ugye hát a Szarvason a szlovákságnak helye van, helye volt, helye van és helye is lesz, úgyhogy szeretettel várjuk őket a jövőben is, megbeszéltük már, hogy a jövő évben is, ha egy mód van rá, akkor ide szervezik. Reméljük, hogy nem lesz ennek semmi akadálya, és ez ugyanúgy le fogják bonyolítani, ugyanúgy meg fogják szervezni ezt a versenyt, így van, vagy ezt így a szemlét. Igen. Itt mindenki számot adhat, elleshetnek egymástól akár kisebb fogásokat is, ugye, és beszéltük azt is, hogy örömteli ez, mert lehet, hogy a jövő, ez az alapja annak, hogy a jövő nemzedékéve híres művészek, színművészekkel. Sosa lehet ki. Tudni, hogy... Úgyhogy ez nekünk csak örömteli dolog. Így van. És akkor, ha a szlovákság, akkor a szlovák általános iskola május 14-én 10 órai kezdettel tavaszköszöntő gála műsorát rendezi meg, szintén a Cervinus Teátrumban. Úgyhogy lesz természetfotó kiállítás, kézműves vásár lesz, úgyhogy itt is gazdag programmal fogják ezt megszervezni. Igen. A hétvégére. Igen, és a már hétvége és május 14-e, erről már szóltam, még holnap is erősítésképpen elmondom, hogy a történelmi ország középen és csatlakozunk minden évben, mint történelmi emlékhelyel az emlékhelyek napjához, május 14 szombat délelőtt 10-től várjuk a kilátogató baráti köröket, csoportokat, vidéki és határon túli vendégeket. Nincs különösebb protokoll, hiszen kirándulók, és akkor igény szerint beszélgetünk, mesélünk nekik a hely történetéről, jelenéről, múltjáról, meg a jövőjéről is egy kicsit. Azt már is elmondom, mielőtt telefonálnának, vagy rákérdeznének, vagy imitamot egy-két oldalon ezt megírnák, hogy sajátos oka van a zászló árbusz jelenlegi állapotának, hogy egy tartozékát megjavítják, ezért nem lehetett felvonni a nemzeti lobogót, de megvan rá az ígérete, napokban az alkatrész megérkezik, így aztán a nemzeti összetartozás napján a zászló már lobokat június 4-én, ha már ezt említem, akkor itt azért kitekintek, mert ezt is el szoktam ismételni, de majd reményeink szerint a Honvéd hagyományőrző, Honvéd Dander parancsnoka is nyilatkozik kameráink előtt. Annak idején, hogyha újból Szarvason látogat Babák László ezredes úr. Tehát egy rendhagyó összetartozás, nemzeti összetartozás napi rendezvényre kerül sor, mert hogy délelőtt
lesz a megemlékezés, annál is inkább, mert egy világjáró néhai haditengerészről, Petendi Gyuláról is megemlékeznek a hagyományozó honvédeink az új temetőben, lesz egy és zártabb létszámú koszorúzás, ez nem azt jelenti, hogy más nem teheti a tiszteletét, de nyilván, hogy ez nem nagy tömegre számítanak. A honvédek lévén a dátum néhány nappal a Hősök napja után nem megy úgy el szarvasa, hogy ne helyezne el egy kegyeleti koszorút az első világháborús hősök emlékművének talapzatán. 11 órakor, 4-én a tervek szerint 11 órakor kezdődik a trianoni megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napján a történelmi ország középen, és ott végig díszőrséget fog állni ez a hagyományőrző honvéd dandár, ígéretek vannak arra, hogy az 1920-as darutollas nemzeti hadsereg egyenruhájában érkeznek néhányan, de jönnek hagyományőrző tüzérek is, meg lövegeket is hoznak magukkal, és 25 derék huszár is érkezik, tehát ezt majd még bővebben fogjuk közhírálni. És ha már emlegettük a Szarvas 300-at, akkor most is megragadom az alkalmat, ne felejtsék el beírni a naptárunkba, hogy a városi könyvtárban is megkezdődnek az előadások a Szarvas 300 jegyében. Jelesül Szarvas teljes utcanév történetéről tartok egy előadást, majd május 25-én, szerdán délután 17 órai kezdettel. A könyvtár vendége lesz, mert hogy ez egy ilyen sorozat nyitány, hogy a Babák Mihály polgármester úr is. Ez egy kis kitekintés volt ugye előre az időbe, és akkor azzal zárom, amivel ezt a két blokkot kezdtem, hogy ne felejtsek el, hogy szombaton várunk mindenkit sok szeretettel, vendégeim, a barátaimmal együtt délelőtt 10-16 óráig a történelmi ország középen az Emlékhelyek Országos Napja alkalmából. Ez így megy már egészen 2016 óta minden év májusában. Igen, és a kékfestő kiállításának a megnyitója lesz a II. Samuel Múzeumban is, ugye ezt is említsük meg, és azt is el szeretném mondani, hogy ugye a 300, Szarvas 300, tegnapi nap igazgató úrral egyeztettem, és a teljes gazdag programot állítottak össze itt a 300 programjára. Egyeztettem igazgató úrral, és mondta, hogy ő téged már tájékoztatott ezekről a dolgokról. Egyeztettem igazgató úrral, hogy meg fognak jelenni mindazok a programok a Cervinus Teátrum részéről, és ott is igazgatóról egyeztettem. Egyeztettem a múzeum igazgatóról, és a könyvtárnak a programját is azt minden nap, vagy nem minden nap, de minden alkalommal közölni fogjuk, hírelni fogjuk, hogy milyen programok, gazdag programokat kívánunk szervezni. Vagy állítottak össze, amiket megkívánunk szervezni, és reméljük, pontosan, hogy nem is lesz a jövőben akadálya ennek a programsorozatnak, úgyhogy Ez figyeljék ezeket a híradásokat. Ez olyan tegnap vendégünk, dr. Dósa Zsuzsa művészeti igazgató, aki elmondta, hogy gőzerővel megindultak az Alkács Ember Musical próbája a Cervinusban, ami hát a lehető legoptimálisabb és legméltóság teljesebb tisztelt és terjedik munkássága és az akkori városlakók. Igen, és megvan már a teljes műsor, ugye a fesztivál teljes műsora megvan, az is illeszkedik, kapcsolódik a 300-hoz, úgyhogy lesz kulturális program a Cervinus Teátrumban, a Vízi Színházban, a múzeumban, tehát pontosan. Programok meg lesznek, szervezve meg lesznek tartva, úgyhogy... Így van, az ótemplomban, új templomban minden relikvikus zarándok így van. Lesznek programok, jó. És még ott van a Nemzeti Összetartozás napja is, ugye akkor pedig... Igen, hát az egy rendkívül, és ezt azért hangsúlyozom, ezt is szoktam ismételni, hogy haza beszéljek, mert hogy ez egy nagyszerű lehetőség, hogy messze földről ezek a derék hagyományozó honvédek lóháton eljönnek, meg hozzák a korabeli fegyvereiket, és akkor amikor majd a megemlékezés befejeződik, és 4-én szombaton, akkor meg is mutatják az érdeklődő kicsiknek és nagyoknak a helyszínen. Egy kicsit lehet barátkozni a régmúlt korok fegyverzetével.
Nem interaktív lesz, hanem kézzel fogható. Ez most a Covid után ez egy nagyon jó dolog, hogy ennyi program megvalósul néha. Most egy kicsit dömping is van belőle, de nagyon jó dolog. Hangsúlyoztam is ezeken a rendezvényeken, amiket hétvégén voltam, hogy fontos, hogy ne egy monitor előtt ülve, egy monitoron látható dolog legyen. Igen, ne abba fáradjon bele. Így, hanem kézzel fogható, ki tudunk menni a természetbe, a futóverseny is nagyon jó környezetbe zajlott, nagyon jó időben, úgyhogy ezt hangsúlyozni kell, hogy ez egy örömteli dolog. Így van. Bízunk benne, hogy a jövőben is így marad. Maradjon így. Alpolgármester úr, köszönjük a tájékoztatást, beszélgetést. Kedves rádió hallgatóknak további jó vételt a rádió szarvas segítségével, a tévénézőknek pedig nagyon szép esti órákat, jó pihenést, holnapra friss ébredést, és akkor ne felejtsék el, hogy holnap érkezik Bődi János elnök úr a baráti körből, aki minden csinyát, binyát elmondja majd a kör legújabb és jövőben várható történéseinek. Minden jót a holnapi viszontlátásra. Köszönjük a figyelmet, minden jót, jó egészséget kívánunk!